Az iskolások énekével kezdődött az Arany János Általános Iskola kiállítás megnyitója. Ezzel ünnepelték ugyanis az intézmény rajztagozatának 30 éves fennállását. A diákok számára több témában is szerveztek rajzversenyeket. A nevezőket korcsoportjuknak megfelelően értékelték, akik sokat készültek a megmérettetésre. Én egy ilyen 30-as logót nyertem meg, egy tenyeret rajzoltam, egy színeset, és abba egy 30-as, meg volt egy másik embléma, azt nem tudom, hogy azt is megnyertem-e, de hát nagyon élveztem. A rajzverseny résztvevői között volt olyan is, aki több alkotását is bemutatta a zsűrinek. Az egyik az a zsebnaptár terv, amikor ilyen több mindenki ugye rajzolt egy zsebnaptárt, és akkor ilyen, amit, hát ilyen iskolai programok, ami rajzos, mindenfélét lehetett. Az intézményben a rajztagozatosok számára tehetségnapot tartottak, ahol a diákok olyan technikákat is kipróbálhattak, amelyekre a heti 4 tanórán nincs lehetőségük. Ez a 30. tanévünk, eddig 22 rajztagozatos osztályunk ballagott már el, ezért aztán igen komoly művészeti értéke van már az iskola múltjának. Ezt ünnepeltük a mai napon, egy egész rendezvénysorozatnak ez csak egy tagja része. Ma egész délután a gyerekek különféle technikákat ismerhettek meg, olyan technikákat, amivel nem biztos, hogy az órán találkozhatnak. Tehát volt itt kavicsfestéstől kezdve mindenféle érdekes dolog, és vihették haza ajándéknak. Ennek zárásaképpen volt ez a mai kiállítás megnyitó. A tehetségnapon megválasztották a legtehetségesebb diákokat is, alsó és felső tagozatban egyaránt. Az aranymestereket oklevéllel jutalmazták. Az elmúlt 30 év alkotásaiból válogatták ki az intézmény pedagógusai ezeket a képeket. A kiállítást január 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők itt az Arany János Általános Iskolában. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította.